Vasas, Somogy és Hird nagyon erős identitású bányásztelepülések. Bányászdinasztiák lakták be Pécs-Kelet ezer részét. Ez az erő mindenek előtt a nemzeti osztályhoz való tartozás. Emlékeztetett Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője az ünnepségen. A vasasi bányász közösség úgy magát, mint akik itt voltak 101 évvel ezelőtt, amikor az elcsatolt, a szerbek által Magyarországtól elcsatolt, és három évig Magyarországhoz nem tartozó Pécs és Vasasomogy hird térsége visszatért a hazához, amikor bevonultak a Horti Nemzeti Hadseregének tagjai észak felől, akkor a bányászok mentek előttük, és a zenekar a vasasi bányászenekar fújta a menetzenét. Ez az ő örökségük. Az itteni vasasiak, jött itt mindenféle korszak, trianoni szétszakítottság, jött itt náci diktatúra, aztán utána 40 éves kommunista diktatúra, de ők mégiscsak itt vannak, itt voltak és itt maradtak, és ragaszkodnak azokhoz az értékeikhez, amiket a nagyapáik is vallottak. Ezért is szeret hozzájuk jönni az államtitkár. Amikor 18 évvel ezelőtt ők itt felállították ezt az emlékművet, tulajdonképpen a december 5-i akkori miniszterelnöki árulásra való állampolgári válaszként, amikor ugye a kettős állampolgárság népszavazás sikertelen lett, akkor ők azt mondták, hogy ez így nincs rendjén, valami eltörött, és ezt mi a hangunk helyén, a magunk erőjével úgy válaszolunk erre, és úgy állítjuk helyre, hogy egy emlékjelet teszünk, egy trianon emlékjelet, amiben, aminél minden évben megállunk és hitet teszünk az összetartozás ereje mellett. Aztán őket, a vasasiakat utolérte a történelem is, mert 2010-ben, amikor két-harmados nemzeti kormányzásról döntöttek és szavaztak a pécsiek is és az egész ország, amikor ez először megtörtént, akkor az egyik első törvény, amit megszavaztunk a parlamentben, az a nemzeti összetartozás törvénye. A nemzeti összetartozás napjává nyilvánítottuk. 2010 májusában egy, egy hatalmas 97%-os szavazati többséggel megszavazott törvényt. Azóta június 4-ét, már 12 esztendeje, a Nemzeti Összetartozás napjaként éljük meg. A trianoni megemlékezést a Vasasi Szent Borbála Egyesület szervezte a Pécs Vasasi Templomkertben a Trianon emlékműnél. Sok fiatal látogatja a rendezvényünket, igyekszünk őket is belevonni különböző műsorok formájába, és ha lehetőség és mód van, akkor a határon túli magyar, magyar testvért is igyekszünk meghívni. Az utóbbi öt évben elkezdtük a Nemzeti Összetartozás faját elültetni a templomkertbe, először kezdtük Erdélyel, utána felvidék, délvidék és Kárpát ezzel is a nemzeti összetartozást erősítve. Az ünnepség során Szent Péter horvátországi református püspök is mondott beszédet, a megemlékezés végén elhelyezték a kegyelet koszorúit a Trianon emlékműnél. Az emlékezés többek között a vasasi bányászfúvó zenekart tette teljesé.